És megjött, és megjött, és tolja neki. Gyerünk, mutasd, mit tudsz, PGK. Automata váltós, BMW, igen. Telefonnal a kezébe, tipikus BMW, és tolja a keresztbe, meg telefonál. Na. Állat, te. Six and a half hours later. Azért eltelefonálgat, miközben szétcsapja az udvart. Jó, gyerek. Three weeks later. A gyere már ide, ne játsszál. Gyere már. Jól van, jól van. Jöjjél már be ide! Eternity later. Hopp, egy busz, hopp, kettő. Milán! Fasz meg! Gyere már be! Sarról kéne forgatnom, bazd meg! Ah, gyere, oda be, álljál már! De Milán, ez még nem a csapatos videó. Jó reggelt kívánok! Erről kéne beszélned, nem arról, csúszik. Hogy kicsit csúszik, azt mondod. Üdvözöljük a kedves nézőket ebbe a mínusz akárhányos, nagyon-nagyon-nagyon szar időbe. Hoztunk egy nagyon csodálatos Oldtimer elektrívát, amit szerintem már a kedves nézők ismernek a Tamás barátom által. Az annyiban különbözik, hogy ez egy első szériás Citroen GS-a. A 70-es évek elejére való. Azt még nem mondta meg, hogy hányból, mert igazából egy udvarba töltötte az elmúlt 30 évet egy fa alatt. Én egy barátom által jutottam hozzá, és kaptam meg, és most igazából itt van, és sorsa egyelőre még eddig ismeretlen. Úgyhogy ha esetleg a lehetetlenség lenne, hogy ő, az életem szerelme, a Love of My Life véletlenül elmenne a szabadságra, akkor ő vele fog menni. Nem ám, csak ügyeskedtem. Azt megnéztem volna. Azt úgy megnéztem volna. Viszont ezzel az autóban vannak paranormális dolgok. Például? Olyan, nincs alja? Hát az oké, hogy nincs alja. Az így 30 év távlatából a természetben elköltött idő alatt ez teljesen normálisan úgy érzem. Csak az, hogy ebből is a régi momentum, hogy szerintem a régi technika az régi technika. Érdekes módon szól a rádióban, és a motor életre akar kelni. Szerintem át kéne öltöznöm, és meg kéne ezt az egészet próbálni, hogy mire jutunk ezzel az egész a... Zsír. Zsír. Nagyon zsír. Gömbfejzsír. Gömbfejzsír. Reszelőzsír. Reszelőzsír.
hőlakó. Te milyen szorú beszorultál? Ezt kurva érez. Milyen, azt nem mondtuk-e videóban, hogy itt laksz. Rájöttünk, hogy nyílik ennek a csodálatos francia csodának a hátulja. Új szobád van. Igen, most ebben lakom. Hát végül is kamion az nagyon hasonlít. Igen, csak az ilyen élő környezetben érzem jól magam. Főleg a roncsokba. Na szóval. A franciák 1960-66-ig csináltak egy ilyen csodálatos négyhengeres boxermotoros autót. Ami se nem szép, se nem jó. Ugye ezt a Tamás videóiból már eddig leszűrtétek. Enyhe rohadás látszik a küszöbön és az ajtón. Igazából nincs egy éperem, de van egy gyári zsabkendő. Ez egy nagyon fontos. Egy gyári hűtőrács. És ugye menjünk vissza az autó elejére. Mindig azt szoktam mondani. Egy roncs autónál, egy talált veterán autónál egy roncson át, mindig egy dolgot kérdez meg. Az autót miért állították le? Mondjuk az autónál feltehetőleg azért, mert Jürgen elsukalta a kanyart valahol, és egy oszlopra fölküldte az elejét. De én tudom már azt, amit ti nem tudtok. Lehet, hogy az a csoda még menni is fog ma. Vagyis hát csak a motor és enyhe próbálkozása. Tesszük egy próbát szerintem. Ivárom ezt a csomagtartót, egy brutál beteg egy megoldás különben. Az igaz, annyi minden befér, hogy hihetetlen. Ahogy szoktam mondani, ebben a csomagtartóban egy válasz befér. Koptunk az autóhoz egy gyári emelőt. Csodálatos, nem merem hol megemelni a kocsit, de csúszkálunk. Úgyhogy betesszük a csomagtartó, hogy minden is fölösleges. Megpróbál ezt a csodát így megindítani. Hogy így van-e élet a halál után igazából. Egészen a cél. Kicsit egy betekintést nézzünk meg. Au! Annyira el van rohadva. Ugye azért munkásruhával készültem. Annyira el van rohadva, hogy nagyon. De a műszerfal is egy-két dolog így elég épek. Így a 30-40 év százalatából. És bezárt a kormányzár. Van benne egy 4 fokozatú, nagyon-nagyon sportos sebességváltó. 4 plusz egy lükvert, van egy nagyon szuper frankú gyári Blaupunk rádiónk, egy eredeti gyári, meg itt egy csomó bennmaradt ülés limlom, az ilyenkor behagynak az emberek az autókba általában évekig. Az a küszöb ott eléggé porhányos. Nincs küszöb, az a helyzet, hogy nincs küszöb. Ja, jó, bocs. Egyáltalán nincs, szerintem. Gyárilag is. Hát így ennyi. De valami, az ajtó jól csukódik. És így kiderült, hogy az autó valamikor osztrák volt. Egy nagyon régi osztrák térkép. Amit hogyha így elég ügyesen kiszállítunk, akkor még talán valamire jó lesz. Visszahelyezem a kettő tartóba. Ez van benne. Minden nagyon jó állapotban van benne. Eredeti poroltó. Minden. Igazából ez az autót letették, már az elején egy kicsit összetörött, és igazából azóta szerintem állt. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok-sok évet. És most... Au! És megpróbálkozok vele, hogy van-e valami életjel. Itt található egy csodálatos négyhengeres boxermotor. Eredeti Citroen hidraulikás dobozka, eredeti Castrol termék. Próbálok egy évszámot keresni rajta, de sem sem találok. Imádom az ilyen relekvívákat. És az illetesebb a szesküszöm. Jó pálinka, mi? Van benne még egy pici, hallod? Akkor töltsd már újra. Teszünk bele, hát a szülemmel. És eredeti zöld. Most ebben az esetben póckereket innen kidurrantom addig. Ezen egy gyári, tök szuper víztárcsa van. Igazából megvan a 4. Gondolkodok, hogy ezt lehet, hogy föl is lehet a fújrés.
föltenni az autóra ezt a kereket, mert ugye nagyon lapos a kerek, és a fele ugye ki van lukkanva. Hát először is van itt egy aksi tálcánk, amit szó szerint az a drága, magasságos jó Isten tart itt életbe. Azt a azt a mindenségét. Elpróbírni az akkumulátor? Nem tudom. Mit? Igazából azt nézem, hogy megvan a pozitív kábelünk, megvan a negatív kábel, gömbök a helyükön. Igazából szerintem minden adott arra, hogy ezt megpróbáljuk, hogy ez valamit csinál ez az autó. Hát ugye itt kell az olajat betölteni. A Citroen GS-ának a boxer motorjába. Egy olajbetöltő nyillás. Nagyon durva megoldás, tényleg. Valami második világháborús jeep körülbelül. Itt állt az önindítója. Ugye a motor ebben hosszába helyezkedik el, boxer elrendezésben így mennek a hengerek, ha mennek. Persze Solex karburátor, hogy legyen mi, ami elromoljon, ugye. És itt van a hidraulikájának ez a magasnyomású pumpa. Magasnyomású pumpája. Itt egy a világon a legjobban elhelyezett olajszűrő, ami a legjobb helyen van az egész autóban. Szerintem ilyen jó megoldás, nem nagyon láttam, talán Ford Mondeon alul. És itt van a légszűrője. Fú, bazd meg! Hát üdőztem. Aha, ebbe itt nagyon el akar valaki. Ebbe a csőbe. Került a slusszkulcs, gyári Citroen kulcstartóval. Nagyon-nagyon be volt elve, ezért az erre használatos legjobb terméket használom. De az a dolog folyam meg. Kapcsolóba is küldök, mert tényleg azért attól félek, hogy bele fog törni a kulcs. Milyen te erre használod a dezodorodat? Igen. Kormányzár is működik. Sokkal finomabban fordul így a gyújtás. És így átszakadna az aksia kerék mögé. Na jó, ott nincs. Ez a legnagyobb, hogy ne szakadjunk ki az egész. De itt már nagyon-nagyon ez az aksi tárca, nagyon nem akar velünk együtt működni amúgy. Ezt hozzáteszem. Remélem majd valaki ad kommentben jó tanácsot, hogy ilyenkor hogy kell betenni az aksit. Mert amúgy kurvára nem értek hozzá, gyerek. Na várják, túl ahol itt van. Ő már egy pozitívabb hozzáállást mutat. Nagyon jó rajt van. Az elvére célja taksia, úgyhogy ennek jónak kell. Sose próbáltam még, hogy ez most mit fog művelni. Hát, hogy jó rá is kéne húznom, nem Thomas? Hát az néha nem árt. Francia luxus autóban. Valamilyen nincs gyújtás. De. Rádió. Benzin kéne betenni, mi lenne, nem? Próbáljuk meg. Na, tekertessék. Szója, mehet. 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 Menjen még. Tettél bele? Tettem, föl van töltve. Vadon élő kamionos éppen egy kisát próbál megjavítani, észrevett minket. De ez nem gátolja meg abba, hogy tovább keresse a szikra hiányának a problémáját. Ugyanis ő nem fél a cikrától. A cikra fél tőle, ezért nincs. Most megnyolta, hogy milyen íze van a kábelnek. Rész, tehát elvileg van cikra benne. Az a lényeg. Ja, hát fia, igazából, hogy a szikra van, mert szerintem elindul. Mégse olyan állapotban, mint az én gésáim voltak. Annak a motorja kicsit jobban le volt harcolva. Lehet, ez is hiányzik. Igen, az valószínű.
Igen, ezt nagyon úgy néz ki, mint a feszabályzó. Ami például a gyújtásnak adna áramot. De nem akkor beleszólni, hogy mérnök vagyok. Hoppá. Na próbálj rá még egyszer. Próbálj meg hátra beindul, még van benne annyi pénz is szerintem. Mélyen benne. Ha nem dolgoztak ki kifogóba. Az kemény! Benzin, ladából. A feszszabályzó. Az meg! Azt kurva, hozzá, élni hozzá élni egy akar. Csövet. Tele van a lada benzinnel. Veszünk le belőle. Ki kell venni belőle egy kocka benzint és belerakni ebbe. Egy gombszemű ladából. Fék tisztítós, így van, semmi. Ott a benzin benne a ladában. Hoztunk pálinkát igazából. A sör, a bor, a pálinka. Zöld Teodórát. Akkumulátor. Indulhat a robbanás. Azt a röffentjük meg. Mindig öntök vele. Tomi, bátran ősd azt az üzemanyagot. Látod, hogy ez a fenyőzős kell, mindig van mindenhol benne. Hát én hátrébb állok. Én hátrébb állok, ha már benzin van a kezembe. Félünk a cikrától. Kövécsel. Meg kell szarálni ezt úgy érdem. Milán, szerintem ezt hagyjuk egy olyan időpontra, amikor neki is tudunk állni rendesen. Azt megmondom. Várjál, kap még benzint! Küldjed! Mehet! Aha! Na vigyázz, mondod! Mi van? Jó, az megállt! Szóval azt túlszivattuk! Ugye meglötyintettem benzinbe. Elindult. Elindult. Hallottad. Ezt nézők jó. Is hallottad. Szerintem nézők is hallottam, mert végig videóztam. Érzem ezt a fűszakot. Túlszivattuk, de a motor határozottan. Fölemelt. Basz meg fölemelt nem a hátulja. Nem hiszem el a szint szak. Mi a? Emelkedik. Te emeli. Látod? Föl, emeli fel a seggét. Ezt nem hiszem el. Baszolok, működik a hidró benne. Ja, ráállítottam hátsó állásra az előbb. Jé, Pali. Az amilyen rohadt, annyira akar élni. Nem csövezzük ki valami rozsderbi autónak? Szerintem ezt most már megérdemel, hogy el kéne indítani, hülyeskedni egyet rally pályán vele. Simán. Csak annyi kicsövezz, ne törjön alattunk ketté. De felemel. Hát ez hülye. Pali, ezt maradtam a szervizállásban, csávó.
Elől is működik. Tekerjed, aztán meglátjuk. Miért csinálja? Mert francia. No, már nem is teker. Lehet, hogy annyira leverült az aksi. Előfordul, mert széttekertettük már. Ez nagyon kemény. A Citroen élni akar. Ez egy ilyet képes Citroen. Milyen dragster lett? Csak küzdöm aludt. Kurva jó. Vali. Ez lemerült az aksi, Milán. Ennyire. Hát egy nagyon kalandos napnak lehetetek a tanulni, az ajtó meg mindjárt leesik. Világ meg mindjárt össze. Van élet a halál után, ahogy már ezt hangsúlyozta. Lesz szerintem ezeknek a Citroenes videóknak még folytatása. Köszönjük, hogy megnéztétek a videóinkat, iratkozzatok föl, sziasztok!